Szinte zsúfolásig megtelt a kiállító tér a Cseh Tamás Western Dalok című programján. A 17. Ördögkatlan Fesztivál egyik fővédnöke volt, aki most már örökös fővédnök, Cseh Tamás. A beszélgetős délután Bérces László egyik alapító, Csengei Balázs szerkesztő, a Cseh Tamás archívum munkatársa és Beck Zoltán zenésztársaságában zajlott a lemezbemutató zenehallgatás. Archívum gyűjt, és az archívum mindent összegyűjt. Tehát az az ő dolguk, hogy az ördögkatlan dolga inkább annak a közös énekléseknek a megidézése. Tehát mi inkább ezzel járulunk hozzá. Tehát minden este van olyan, hogy általában egy-egy ismertebb mai dalos, mint Kollár Clemens László, vagy tegnap este Lovasi Andris, az emberekkel együtt Tamásnak a dalait, ez a tábortűzi éneklés. Tehát mi itt a Katlanban, amit én nem is fesztiválnak, hanem kulturális közösségi eseménynek nevezek, a közösség teremtés, és Tamás a dalaival pontosan ezt teremtette meg. Tehát a Katlan felől inkább ez az ő megidézése. A Cseh Tamás archívum mindent összegyűjt, a legapróbb megnyilvánulástól kezdve. A szellemi művészi hagyatékot átadóknak a legfontosabb ez a közönség és az együtténeklés, amiben több százal részt vesznek a Katlanban naponta, a fesztivál ideje alatt, fűzte hozzá Bérces László egyik alapító rendező, fesztivál szervező. Az történik, hogy egy Cseh Tamás dalban nem az a nagy ügy, hogy azt zenei, technikai vagy bármilyen módon hogyan formálod meg, persze az is egy feladat. De alapvetően a valódi kérdés az, hogy ennek a dalnak, hogy ebben a dalban álló egy személy, az ténylegesen a dalban lakik-e, amikor énekel. És a Tamás ereje valószínűleg ez, hogy nem hagyja magára a dalait. Szóval nem, a dalokat nem csak elénekli, hanem beleköltözik azokba a dalokba. Azért hiszük el talán a legnaívabb. Hát ma hallgattunk western dalokat, klasszikusan ezeket a western dalokat, amik azért alapvetően naív történetek, szép, könnyű western toposzok, amik az emberi élet sarkos toposzai. De egyszerűen az, hogy a Tamás képes arra, hogy beleköltözik ezeknek a figuráknak a belső pozíciójába, és onnan kezd el mesélni, ezért aztán a legbanálisabb történet is, és mélyé, személyessé, és hát nem tudom, egész estés filmé, nő meg, miközben egy 3 perces dalocskát hallgatunk. Szóval azt hiszem, hogy ez az ereje a Tamásnak, és valószínűleg ezért hat máig. Cseh Tamás érvényes dalokat játszott érvényes módon. Alapvetően az van a fejünkben, hogy a Tamás halálát követően alapvetően a felvételek, a hangfelvételek rendszerezése és feldolgozása elkezdődött a Cseh Tamás archívumba, és ebben a feldolgozásban egyfelől találtak a muzeológus kollégák nagyon sok olyan dalt, amelyről egyáltalán nem tudtak, hogy létezik. Ezt nem is tudom, most ilyen óvatos becsléssel valahova 200 köré becsülik, amit nem hallott még a nagy közönség, és ezen kívül pedig nagyon sok olyan dalt találtak, amelynek ugyan van egy hangfelvétele, de van egy originálisnak, mondjuk így egy kezdeti vagy induló dal formája egy szál gitárral, és ezen túl pedig, ami nem volt publikálva, ezen túl pedig számos olyan felvétel van, amely viszonylag jó minőségű felvétel, koncertek, színházi előadások és a többi felvételei, amelyek pedig szintén nem kerültek publikálásra, egyszer hallgathatta az a 200-300 néző, aki akkor meghallgatta 86-ban a Veszprémi Egyetemi Klubba, mondjuk a felvételt. Az albumon ritkán vagy soha nem hallott vadnyugati témájú Cseh Tamás dalok kiadatlan hangfelvételek csendültek fel, az emlékezés pedig nagyon jó volt. Ennek milyen tematikus vagy milyen más metszetei jönnek létre. Itt a Western esetében egy olyan metszetet hoztunk, amelyik nagyjából a Tamás korai dalai közül válogat, a 60-as évek közepe végétől a 70-es évek közepe végéig olyan dalokat, amelyek a Western tematikát próbálják előtérbe helyezni, úgyhogy aztán biztosan lesz új tematikájú, új kalandú, új gyűjtemény is.
Ebből egy viszonylag nagy zenei anyag lelhető fel. Az, hogy milyen irányban mozdul ez a sorozat, az már Csengei Balázsék dolga, akik az archívumot kezelik, kutatják, tette hozzá Beck Zoltán dalszerző, énekes zenész. Abból, ami itt az Ördögkatlanban el tud férni, az végigmegy tulajdonképpen Tamás életén a tanártól, a rajztanártól, a magányos énekestől, aztán a film szerepekben. Tehát az egész életét összefoglalta az a kiállítás, és abból, ami itt nekünk a mi helyszínünkön elfér, azt már Csengei Balázs és Cseh Bori, akik az archívum munkatársai, egyúttal Bori persze Tamás lánya, ők rakták ezt össze, tehát nekik köszönhetjük mi ezt a kiállítást. Egy kiállítás is társul a programhoz. A Petőfi Irodalmi Múzeumból kapott tárlat anyagának egy részét fogadta be a Katlan, és segítették az anyagot elhelyezni.